Sziasztok, Flogdetti vagyok, és ez itt a Ruttánc titkok című legújabb sorozatom, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek titeket ezúttal is hétfő este 9 órakor. Ugye, ahogy azt már megszokhattátok, ugye két hetente jelentkezik ez a sorozat, ugye egyik héten itt az én oldalamon, a másik héten pedig ugye a Polcenter Újpest Ruttán stúdió oldalán várunk ugye a Vikivel együtt titeket az élő adással. Ott ugye egy picit kezdőbb témákat fogalmazunk, meg itt pedig inkább ugye a haladó, aktuálisabb témákkal próbálok szolgálni nektek, információkat hozni és egy pár szuper tanáccsal ellátni titeket, amit aztán ti is ugye tudtok hasznosítani. Úgyhogy egy pár másodpercet még várok, hogy aki élőben szeretne nézni, az ezt meg tudja tenni. Ugye az eddigi adásokat is ugye az eseménynél megtaláljátok, úgyhogy ha látjátok mindig ugye, hogy mi volt az adott téma, úgyhogy ezeket vissza tudjátok nézni az eseménynél. Igyekeztem mindig tényleg a saját tapasztalatomból beszélni, hogy ez fontos, hogy tudjátok, hogy én mindig saját tapasztalatból, meg saját praktikákat, trükköket árulok el nektek, tehát nem arról van szó, hogy ezt nekem is valaki mesélte, vagy ha éppen olyat mondok, akkor az biztos, hogy hozzáfűzöm. Tehát nagyon sok mindent ugye én is a saját bőrömön tapasztalok meg, ugye közel most már 10 éve foglalkozom ezzel a sporttal, ugye több éve edzőként is, úgyhogy... Na, hát akkor egy picit is, hogy miről is lesz ma szó. Először is szeretnék egy örömhírt megosztani veletek, aztán picikét majd ebben a versenyzés témakörben szeretnék egy picikét majd beszélni, ugyanis úgy gondolom, hogy ez kapcsolódik itt az aktuális témakörünkhöz. Úgyhogy remélem, hogy akkor mindenki idejét, aki élőbe szeretett volna nézni. Csapjunk is bele a lecsóba. És akkor szeretném nektek elárulni ezt az örömhírt, és nagyon örülök, hogy ezt végre itt is megtehetem. Ugyanis immáron hivatalos kereteket öltött ugye itt a csapatunk, ugye a 16. kerület magja, ugye a Team Paul Bernadette már régóta működő csapat, oldal, ugye a 16. kerületbe is a haladó edzéseinkhez bármikor be tudtok csatlakozni, és ugye a csapat itt a Team Paul Bernadette névre hallgat, ugye itt a Facebook és Instagram oldalt is megtaláljátok, a szuperügyes csajoknak a képeivel. Úgy gondolom, hogy érdemes tényleg meglátogatni mind a Facebook, mind az Instagram oldalunkat, ugyanis rengeteg sok inspirációt tudtok gyűjteni a képeket elnézegetve, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csajokra. Úgyhogy érdemes megnézni a Team Paul Bernadette oldalt is, mind Facebookon, mind Instán. És akkor íme a hivatalos információm, hogy immár a Team Paul Bernadette SE, azaz a sportegyesületünk is megalapult, és így már hivatalos kereketek között fogunk tudni működni, mind versenyzőként, mind pedig, tehát mind versenyzői csapatként, mind pedig tényleg a csoportos órákon és a csoportos edzéseken. Úgyhogy ezúton is köszönöm a csapatnak, hogy ilyen elhivatottak, és tényleg, hogy velem vannak már évek óta, és nagyon-nagyon jól esik látni a fejlődésüket, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak, és ezt lehetővé tették. És szerettem volna én is ezt minél inkább egy biztosabb hátteret nyújtani a versenyzőinknek is, és nagyon örülök, hogy ez végre hivatalos keretet is öltött, tehát, hogy tényleg most már mi is egy formát öltöttünk így a hivatalos rendszerben is. És még egy örömhírrel szeretnék ezúton szolgálni, hogy nem csak, hogy létrejött a Team Paul Bernadette SE, de az első versenyünkön is túl vagyunk. Bánki Rozsnyó Kinga, akit azt hiszem, hogy aki követi a munkásságomat, nem kell bemutatni, ugyanis rengeteg közös kép, rengeteg közös élmény köt minket össze Kingával. Ő ugyanis a kezdetektől fogva ugye a csapatom első számú oszlopos tagja, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Köszönöm, Kinga, hogy most is itt vagy, ugye, ahogy látjátok, már itt jön is a dolog. Úgyhogy szeretném ezt is megosztani veletek, hogy a hétvégén Kinga aranyéremmel nyitotta meg a versenyzői csapatot, úgyhogy ezúton is szeretnék neki nagyon-nagyon gratulálni, ugyanis nagyon szép gyakorlatot mutatott be, és tényleg, hogy én hiszem, hogy a Ruttáncban nincs lehetetlen, és tényleg a határa csillagos ég, és Kinga az 50 pluszos kategóriában lett aranyérmes, amire külön büszke vagyok, hogy tényleg én mindig mondom, hogy itt példaértékű, amit csinál, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Ezúton is gratulálok neki, és köszönöm szépen, hogy a Team Paul Bernadette Sportegyesület versenyzői brigádját is útjára indította. Nos, tudom, hogy most, és akkor át is térnék egy picikét ugye így a mai témánkra. Nyilván tudom, hogy most egy picit nehéz tervezni, meg kicsit kiszámíthatatlan így az elkövetkező hónapok, tehát nem nagyon tudunk előre tervezni. Mint tudjátok, nekem is elmaradt, sokan kérdezitek, úgyhogy
ezt is most elárulom, illetőleg majd egy-két dolgot, még személyes dolgot is hozzáteszek. Sokan kérdeztétek, hogy mi a helyzet a versenyekkel, ugyanis aki ismer, az tudja, hogy én fél évente nem az, hogy egy gyakorlattal 2 évet versenyzek végig, de fél évente 3 különböző gyakorlatot szoktunk ugye Vikivel, a nővéremmel színpadra vinni. És hát igen, nagyon-nagyon hiányzik ez a versenyzői világ, ugyanis én most már inkább csak külföldön versenyzem, ugye a Paul Theatre versenysorozatban, és hát sajnálatos módon nyáron ugye elmaradt a Paul Theatre UK, elnapolták ugye őszre, és most úgy néz ki, hogy tavaszra áthelyezték, úgyhogy nagyon-nagyon hiányzik már nekem is a versenyzés, de úgy gondolom, hogy nagyon remélem, hogy a tavaszi időszak az már meg fog tudni valósulni mind a külföldi verseny. Ugye Magyarországon is most már szerencsére ősszel is egyre több versenyt találunk, de tavasz azért én úgy gondolom, hogy még mindig a tavasz a fő versenyszezon. Úgyhogy én mindig mondom, hogy tényleg előre kell gondolkodni, nyilván, hogyha ez egy picit nehéz is, és ha egy picit is motoszkál valakiben a versenyzés gondolata, akkor én mindenképpen azt javaslom, hogy vágjatok bele. És akkor ugye itt jön a kérdés, hogy az egyik legnagyobb félelmünk, hogy mi van, ha valami nem sikerül a versenygyakorlatban. Mi van, hogyha valami a színpadon nem úgy sül el, ahogy szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok embert ez vissza tud húzni, hogy végül nem szánja rá magát arra, hogy elinduljon egy versenyen. Pedig ez egy nagyon-nagyon jó önismereti út, nagyon sok fejlődési lehetőség van benne, és tényleg én mindenkinek, ha csak egy picit is motoszkál az ember agyába, vagy van egy jó zene, amit szívesen úgy gondolod, hogy jó lenne egy ilyen versenyhez, és úgy kicsit motoszkál benned, akkor én mindenképpen javaslom, hogy ebbe vágj bele, és vágjatok bele, mert tényleg nagyon-nagyon sok hasznos tapasztalatot tudtok összeszedni, és tényleg nagyon sokat tud az ember fejlődni. Na most ugye, én inkább tényleg most erről szeretnék egy picikét beszélni, hogy mi van akkor, hogyha a színpadon nem úgy jönnek ki a dolgok, mint ahogy azt elképzeltük. Az első és legfontosabb, hogy ugye ezt a felkészülés alatt meg kell tanulnunk kezelni ezeket a szituációkat, hogy mi van, ha csúszik a kezünk, mi van, hogyha ha valami nem úgy jön ki, tehát hogy erre kellene lennie ilyen mankóknak, de ez inkább ugye a versenyfelkészülésnek a témája, amit majd, hogyha tényleg érdekel így a versenyzés témakör, akkor majd igyekszem ebben is több élő videót csinálni nektek és segíteni titeket ezen az úton. Úgyhogy írjátok meg kommentben nyugodtan, hogyha a versenyzéssel kapcsolatos kérdésetek van, mi az, amire így kíváncsiak vagytok a felkészülést illetően. Amikor egy versenygyakorlatban előfordul, hogy úgy érezzük, hogy rontunk, akkor az első és legfontosabb, hogy nem biztos, hogy ez kívülről is úgy néz ki, mint hogyha rontanánk. Nekem rengeteg ilyen példám van tényleg, hogy volt olyan például, hogy a versenyen azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sokáig tartottam a forgórúdon egy pózt, majd amikor a videón visszanéztem, rájöttem, hogy hoppá, hát ez még 3-szor ennyi ideig is tarthattam volna, mert hogy tök jól nézett ki, ahogy forog körbe a rúd, és kitartani az elemet. Ez nekem annó nagyon nagy, tehát sokat kellett ebbe fejlődnöm, hogy picit tovább kitartsam az elemeket, mert hajlamos voltam így túl rohanni rajtuk. És ez egy tök jó tapasztalat volt, hogy én belülről azt éreztem, hogy egy tök nagyot hibáztam, és kívülről közben ez abszolút nem látszott. Nyilván itt azért kell egy kis rutint szerezni. Tehát, hogyha rontunk a színpadon, akkor ezt mindenképpen úgy kell felfogni, hogy ez egy tapasztalatszerzés. Tehát én ma már azért tudok jól reagálni helyzetekre, és azért volt olyan verseny, amikor tényleg egy hibából abszolút jól jöttem ki, és mindenki utána azt kérdezte, hogy fú, ez direkt volt, vagy ez most hogy volt, és hogy tudtad tényleg ilyen jól megcsinálni az egészet, ugyanis egy gyakorlat közben tök véletlenül leesett a cipő a lábamról, de szerencsére pont jókor, és én ezt pont jól le tudtam reagálni, és tök jól jöttem ki például egy ilyen rontásból, és abszolút építette a gyakorlatomat. Tehát az ilyen hibázások nem biztos, hogy rosszak, csak nyilván erre meg kell tanulnunk reagálni. De csak akkor tudunk ezekre jól reagálni, hogyha már van egy olyan rutinunk, hogy ettől nem esünk kétségbe. Tehát mindenképpen a felkészülésben is érdemes ezekre azért hangsúlyt fektetni, hogy nem félbehagyni a gyakorlatot, amikor egy ilyen gigszer becsúszik, hanem tényleg gyakorolni kell ezt is, hogy hogyan tudsz reagálni az adott helyzetre. Nyilván, amikor először lép színpadra az ember, akkor az nagyon-nagyon félelmetes, és nagyon-nagyon tud izgulni az ember. Tehát én mai napig izgulok egy színpadra lépés előtt, attól függően, hogy milyen verseny, ugye, hogy mennyire, de igenis azért benne van az emberben, hogy mégiscsak ki kell állni az emberek elé.
Ugyanakkor meg kell tanulni ezt élvezni, mert hogy hát mégis, ha már végigcsináltunk egy több hónapos felkészülést, a kemény munkát beleraktuk, akkor igenis élvezzük azt, hogy végre eljutottunk a végcélig, tehát ne stresszeljük magunkat jobban a kelleténem. Persze természetesen, ha izgulunk. Úgyhogy részben érdemes visszanézni videón, hogy tényleg akkora volt ez a rontás, mint amire mi gondoltunk, vagy hogy akkora volt ez a kis gigszer, ami becsúszik, hogy tényleg annyira drámai-e. Nyilván előfordul, hogy a videó amúgy egy picit ugye más az, amikor élőben látja az ember, és más az, amikor egy ekkora képernyőn nézi vissza, de egyáltalán nem biztos, hogy azt a közönség is olyan nagy hibának érzékeli. Nem beszélve arról, hogy amennyiben, tehát hogy nem beszélve arról a dologról, hogy csak te tudod a gyakorlatodat. Oké? Tehát, hogy maximum még az edződ az, aki ismeri a gyakorlatodat. Tehát, hogyha te véletlenül nem pont úgy csinálsz egy lépés összekötést, mint az edzésem, hanem ott a lámpalász hevében egy picikét máshogy vitelezed azt ki, tehát máshova lépsz, vagy máshogy jön ki a lépés, akkor azt senki nem fogja rajtad kívül tudni. Akkor fogjuk tudni mi zsűriként is, meg kívülállóként, nézőként, hogyha ahhoz vágsz valami olyan arckifejezést, amiből rájövünk, hogy hát fú, ennek nem így kellett volna lennie, vagy pedig teljesen leblokkolsz, és nem tudsz tovább haladni. Tehát ezen sem szabad megijedni, hanem tényleg menni kell tovább úgy, mintha mi sem történt volna, és ezt direkt úgy akartuk volna, mert akkor tényleg senkinek fel sem fog tűnni. Úgyhogy csak szépen ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ilyenkor kell még jobban mosolyogni, mert hogyha még jobban mosolyog az ember, akkor tényleg elhiszi a zsűri is, hogy hát ezt direkt így akartuk. Úgyhogy ettől sem kell félni. Tényleg ezt a felkészülés során picit gyakorolni kell, hogy nem megállni, hanem mindig tovább folytatni a gyakorlatot. Jó? És mégis, ha mégis úgy érezzük, hogy azért nagyobb rontásunk volt, esetleg tényleg egy nagyon csúnya kiviteli hibát vétettünk, akkor sem kell kétségbe esni, mert ahogy mondtam, ugye ez mindig a tapasztalatgyűjtésen van a hangsúly, tehát hogy én számtalanszor el szoktam mondani a versenyzőimnek is, hogy én nem egyszer jöttem le sírva a színpadról, mert azt hittem, hogy fú, ez tényleg éreztem, hogy ez nem volt a maximumom, hogy nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettem volna, hogy nem úgy teljesítettem, és ez nagyon sokszor megviselt. Viszont nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy ma már tényleg úgy megyek fel a színpadra, hogy élvezni akarom azt, hogy végre ott vagyok, és megmutathatom, amire eddig készültem. Úgyhogy mindig ezt mondom a versenyzőimnek is, hogy ezen ne aggódjanak, hanem tényleg élvezzék, és hogy igazából az összes többi versenyző, aki velünk versenyzik, ő ugyanezen aggódik szerintem. Tehát, hogy én ezt úgy gondolom, hogy nyilván mindenki fél attól, hogy mi van, ha csúszni fog a kezel, mi van, ha nem úgy jön ki a lépés, mi van, ha elhibázza azt az adott elemet, akkor mi fog történni. Azért a zsűribe olyan emberek ülnek általában szerintem, legalábbis én szeretek azért olyan versenyeken indulni, ahol tényleg olyan zsűri ül az asztalon, akik maguk is versenyeztek, mert azok nagyon jól tudják, hogy ez valóban ilyen, hogy becsúszik a hiba, és hogy mennyire tud izgulni az ember. Aki meg ugye még nem állt színpadon, az meg maradjon csöndbe, tehát emberből vagyunk, mi is tudunk hibázni. Én is estem le versenyen a rúdról, tehát ugye ezt az oldalamon meg is tudjátok nézni, hogy volt, hogy nekem is becsúszott ilyen gigszer. Természetesen nem volt egy nagyon veszélyes dolog, igazából rá voltam parázva, tehát hogy rá stresszeltem egy adott elemre, nagyon féltem tőle így az egész felkészülés alatt. Viszont egy tök jó tapasztalat volt, hogy legközelebb nem tettem többet ilyet a gyakorlatomba, főleg nem a gyakorlat végére, hanem amitől tényleg úgy éreztem, hogy sok koncentrációt igényel egy elem, azt ma már mindig a versenygyakorlatom elejére teszem, mert hogy a gyakorlat végén ugye már elfárad az embernek a teste is, meg az agya is így a gyakorlat végére, és éppen ezért ugye én a gyakorlataim elejére teszem ezeket az elemeket, hogy ne ebben az elfáradt állapotban kelljen még azzal a nehéz elemmel megküzdenem. Úgyhogy ilyen értelemben az egy tök jó tapasztalat volt, hogyha érdekel, akkor nézzétek vissza a videót, mert jó régi videó rólam. Hála Istennek jól jöttem ki abból a dologból is, és tudtam rá akkor jól reagálni arra az adott kis gigszerre, és végül aranyéremmel távozhattam az Európa bajnokságról, úgyhogy ez nagyon jól esett. Ugyanis azért így az esés után nagyon-nagyon izgultam, és tényleg tök
kiábrándító volt így utólag, és azt mondjuk valóban nem jól reagáltam le, és így sajnálom utólag, hogy abszolút az arcomra volt írva így a végén a gyakorlat, mert nagyon-nagyon dühös voltam, hogy nem sikerült megcsinálnom, mert hát egész végig arra az elemre koncentráltam, hogy annak mennie kell, csak lecsúszott a lábam, csak nem jött ki végül úgy szépen, tehát hogy ott tényleg volt egy tök nagy rontásom benne, és ezért a végén, gyakorlat végén konkrétan meghajolni is elfelejtettem, mert olyan dühös voltam, és látszott az arcomon, hogy tiszta ingerült vagyok, meg ideges, és ilyen szempontból ezt nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez benne van a mai napig a videóban. Annak ellenére, hogy mondjuk azt a kis lecsúszásomat lehet, hogy mondjuk egy kívülálló volt, aki észre se vette. Én látom, hogy ott van, úgyhogy igazából nem kellett kétségbe esni, mert a legjobbakkal is megesik, hogy csúszik a keze, hogy nem tudják megcsinálni azt az adott elemet. Tényleg a világbajnokságon is volt erre példa, hogy a férfiak között is volt, aki úgy beforgatta a rudat, hogy nem tudott egy kötelező elemet kinyitni. Tehát ez előfordul mindenkivel. Ez egy tök jó tapasztalat, tehát hogy ez egy jó dolog igazából szerintem, amiből tényleg tanulhatunk, úgyhogy ettől a dologtól szerintem semmiképpen ne tartsatok, de hogyha érdekel így a versenyzés világa, meg a verseny felkészülés, hogy én mit hogy szoktam csinálni, meg mi az, amire figyelek, hogy ilyen kis gigszerek se fordulhassanak elő, akkor írjátok meg kommentben, és akkor beszélgetünk még a versenyzés témaköréről. Úgyhogy a hétfői adások azok mindig egy picit ilyen beszélgetősebb témák, és igyekszem így hétközben mindig egy picit gyakorlatiasabb dologgal is készülni nektek. Úgyhogy igyekszem a héten ezt ismét összehozni, ugyanis még tartozom egy hengerezés témakörrel, hogy én milyen hengereket szoktam használni, ugyanis még a legutóbbi élő adásban erre kaptam egy kérdést, úgyhogy a héten ezt megpróbálom összehozni nektek, igyekszem csak kicsit sűrű így a beosztás, úgyhogy igyekszem ezt a héten azért megtenni nektek, hogy én mit szoktam használni, hogy mi az, ami nekem bevált, hogy hát, hogyha abból ti is tudtok valamit hasznosítani, ami tényleg a hasznotokra válik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltatok. Jövő héten a Polcenter Újpest Rután stúdió oldalán várunk titeket Vikivel. És akkor itt pedig 2 hét múlva találkozunk. Addig is írjátok meg kommentben, hogy tetszett a mai adás, és hogy miről szeretnétek még, vagy mi az, amiről szívesen hallanátok. Ha kérdésetek van, akkor azt pedig üzenetben, vagy ugyanígy kommentben nyugodtan tegyétek fel. És akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. További sok sikert kívánok nektek a versenyzéshez. Remélem, hogy minél többeteket látom majd a színpadon, és nyugodtan forduljatok hozzám a kérdéseitekkel is, és köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok ma este. Sziasztok!